Csak a labdák pattogását lehet hallani a paksi teniszcsarnokban, ahol Mikulás kupát rendeztek a gyerekeknek. A paksi SE fiatal teniszezői közül többen életük első megmérettetésén vettek részt. Adogató versenyt azt mindig már hosszú évek óta, így december környékén szoktuk megrendezni, valamikor Mikulás kupa néven, valamikor csak simán adogató kupa néven, és emellé szoktunk még a nagyobbaknak ifjúsági versenyt is szervezni. Most a részben a Covid miatt, meg hogy a tömeget kicsit elkerüljük, páros versenyt hirdettünk, ezzel egy picit mondhatni gyorsabban pörögtek a mérkőzések, de jobban is élvezték a gyerekek a meccseket. 90%-ban megjelentek a gyerekek, akik nem tudtak eljönni, ők vagy karantén miatt, vagy betegség miatt nem voltak jelen, valaki pont az utolsó előtti nap került karanténba, pedig nagyon készült a versenyre. És az 5-12 évesek majdhogy nem teljes létszámmal részt vettek az adogató versenyen. A páros versenyen 9 és 17 évesek indultak. Az adogató verseny az csak arról szól, hogy 10 labdát kell átütni bizonyos pályán bizonyos labdával. Ez nem arról szól, hogy most kihányadik lesz, hanem itt most az ajándék meg az első verseny volt a cél, megszeressék a maga megmérettetést a gyerekek. A páros versenynél pedig az volt a cél, hogy készüljünk a diákolimpiára, ami 2-3 fős csapatokból szokott állni. Ehhez kell az, hogy egy iskolába is legyenek a gyerekek. Most ezt nem vettük figyelembe, csak azt, hogy szokják egy picit az összhangot meg a csapatjátékot. Hosszú idő után most a gyerekek PSE pólót is kaptak ajándékba, és volt egy egyedileg tervezett PSE kulcstartó is, és a szokásos úgymond Mikulás csomag minden gyereknek. A 11 éves Benedecki Lilla imád teniszedzésre járni, edzője Romf Nándor. A paksi Bezerédi Általános Iskola 5. osztályos tanulója az adogató verseny mellett a testvérével indult párosban. Körülbelül 1,5 éve teniszezem, és hát először a testvérem járt, és utána már én is. Nandi bácsi az edzőm, egy héten kétszer járunk, és nagyon jó volt a verseny. Az adogatás hogy ment? Hát, jól. 10-ből mennyit sikerült átütned? 7-8-at. Párosba, kivel voltál, ki volt a párod, és milyen ellenfeleket kaptál, mekkora volt küzdés a pályán? Hát a testvéremmel indultam, és hát úgy mondom, hogy egy ellenfél voltam, miatt izgultam. Hát mert tudom, hogy ő már régebb óta teniszezik, ő ügyesebb. De azért sikerült legyűrnötök? Ketten a tesóval, párba? Nem, egy ponton múlt. Benedecki Bence 2 éve teniszezik, és heti 2 edzésre jár. Jól éreztünk magunkat, 3 meccset játszottunk, abból 2-t megnyertünk, és elsők tudtunk lenni. Igaziból nem tudom, hogy miért ezt a sportot választottam, tetszett, és ennyi. Volt-e barát, ismerős, aki invitált esetleg? Hát úgy volt, hogy hárman kezdtünk el, és utána jött több ember. A verseny résztvevői PSE feliratú pólót és egyedileg tervezett kulcstartót kaptak ajándékba a Mikulás csomag mellé.